A januárban meghirdetett oltási akciónapokon Pakson a gyógyászati központban 1157 főt oltottak be, ebből valamivel több mint 100 fő 18 év alatti gyermek volt. Ötféle vakcinával oltottak, a Sputnikon kívül mindegyik vakcina rendelkezésükre állt. Erről dr. Bodnár Imre főigazgató számolt be sajtótájékoztatón, ahol bejelentették, hogy februárban Pakson is folytatódik az oltási akció. Februári hónapban is csütörtökön, pénteken és szombaton kerül sor ezekre az oltási akciónapokra, és hát ide várjuk azokat, akik még oltatlanok, azokat is, akik 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. Pakson összesen 9 oltópont van a gyógyászati központon kívül. A házi orvosok hétközben oltanak a rendelőjükben, a jelenlegi rendelet szerint nekik hétvégén nem kell oltaniuk. Ennyi változás történt a januári oltási akciónapokhoz képest. Hétvégén a Paksi Gyógyászati Központban kialakított oltóponton lehet oltakozni, ahova az ország bármely részéről érkezhet oltásra a lakosság. Érdemes fölvenni a 3. illetve a 4. oltást is. A 4. oltást elsősorban a rizikósabb korcsoportoknak, illetve betegségcsoportoknak ajánljuk, de aki régen volt a 3. oltva, ott is érdemes még, hiszen nem zajlott le még a koronavírus 5. hulláma. Reméljük, hogy most már a csúcsponton hamarosan túljutunk, de nagyon nagy a megbetegedési arány. A Paksi Gyógyászati Központban kialakított oltópont leterheltségének csökkentése érdekében kérik a lakosságot, hogy a házi orvosoknál vegyék fel az oltást. Pakson a gyógyfürdő épületében, a bőrgyógyászati szakrendelő helyiségében kialakított oltóponton fogadják továbbra is az oltakozni vágyókat.